2023-as évet vizsgálva a kukorica gyomirtás szempontjából jó pár érdekességgel találkozhattunk. Ezt könnyen kijelenthetjük, hogy bemosó csapadékból nem volt hiány egyáltalán az idei évben. Én úgy gondolom, hogy aki a preemergens gyomirtások mellett döntött, az teljes mértékben elérhette azt az eredményt, hogy a terület megázott, megkapta azt a bemosó csapadékot, amire szükség volt, így később nem kellett felülkezelni a táblákat. De ugye vannak olyan esetek, amikor olyan évelő gyomok vannak a területen, mint például a mezei acat, vagy a fenyércirok, hogy nem elég preemergensen mennünk, hanem mindenképpen kell egy középposzt megoldás, amivel a nehezen írtható gyomokat is ki tudjuk szedni a tábláról. Az idei évtől már nem lehet használni korlátlanul terbutilazin tartalmú készítményeket. Ugye ennek az az oka, hogy 3 éven belül ugye egyszer használhatunk egy ilyen készítményt, és akkor innentől kezdve olyan készítményt kell használnunk, ami már nem tartalmaz terbutilazint. Az FMC Agro kínálatában a Diniro Gold a fő zászlóshajó, és a Diniro Gold mellett az idei évtől a Diniro Flexet is forgalomba hoztuk. Nagyon pozitívak ezzel kapcsolatosan a tapasztalatok. A kereskedői visszajelzések alapján leginkább azt látjuk, hogy elég komoly igény volt erre a termékre, és az igazán komoly előnye ennek a készítménynek, hogy a fejlettebb vegyszikűeket, akár gondolok itt a kakaslábfűre, vagy a muharfélékre, nagyon jó hatékonysággal írtja. Itt a kezemben lehet látni egy elhaló félben lévő kakaslábfűvet, ez már bőven túl volt a gyökérváltáson, és ennek ellenére a készítmény hatékonyan megoldotta a kakaslábfűnek a gyomírtását. Amit mindenképpen érdemes még elmondani, hogy a Successor 600 a Diniro Flexben 2 liter per hektáros dózissal megy, és ennek köszönhetően a maximális petoxamid mennyiséget tudjuk kitenni a táblára, tehát egy még erősebb, markánsabb hatást tapasztalhatunk a vegyszikű gyomokkal szemben. A posztemergens gyomirtások nagy előnye az, hogy a területen található évelő gyomokat hatékonyan tudjuk írtani levélen keresztül. Gondolok itt leginkább a mezei acatra és a fenyércirokra. Emellett a drasztikus, nehezen írtható kétszikű gyomok közül kiemelném még a csatalomaszlagot és emellett a sejemmájvát. A Diniro Gold-dal hatékonyan tudjuk ezeket a gyomokat írtani. A Diniro Flex-el szintén hatékonyan tudunk védekezést végrehajtani az előbbi gyomok ellen.